Látok egy képet. Egy kicsi házikót látok. Kicsi házikónak két kicsi ablaka van. Füstöl a kémény, tél van. Egy idősödő bácsika fát visz be az ölébe. Most nagyon kell a fa, a második képen meg tudjuk miért. Látjuk a második képet. Bent vagyunk a szobába, az egyetlen szobába. Feszület a falon, és egy kis ágy. A kis ágyba öcsike hanyat fekszik. Néz fölfelé, nézi azt a kis játékot, ami ott van. Az régen forgott, meg zenélt is, de már sok kézen átment. A kis ágy körül kicsi lányok, három kicsi lány, mint az orgona sípok. Nézi köcsikét. Egyszer csak jön apa, és hoz a kezébe valamit. Egy kis zsinóron egy kis labdát akaszt föl. A zenélő, a valamikor zenélő kis játékra. Öcsi nyúl érte, érdekli? Az apja nagyon ügyes gyerek volt. De valahogy neki nem sikerült ez a labdás játék. De már látom is a következő képet. Mindenki a szobában van, az egyetlenben. Sok minden hiányzik, de egy nem, a szeretet. Abból ott nagyon nagy a gazdagság. A lányok babáznak. Öcsike már tipeg. Hát tipeg már a kicsi öcsike, a kis szőke legény. És mit tesz? Rugdossa a pici labdát. Örülnek a szülők. Vigyáznak rá, nehogy rárúgja a sparheltra. Vagy hozzáérjen öcsike. Az meleg, de nagyon jó dolog. Fűteni lehet vele, de még főzni is. Ilyen helyen aranyat ér. De öcsike üldözi a labdát, továbbra is üldözi. De nézzük csak a következő képet. Öcsike ma a nagyobb bacska, kicsi szőke legény lett. Kint vannak az udvaron. Kislányok a lépcsőn ülnek, játszanak, beszélgetnek. Öcsike a pajta ajtajára rugdossa a labdát. Milyen jó, hogy itt van ez a pajta. Lehet rúgni bárhova. Nem haragszanak apaék. És a pajta ajtó is nagyon jó. Lecejűen furcsán dobják vissza a labdát. Máshogy kell mindig rárúgni. Van, mikor csak egyszer kell beleérni. Van, amikor kétszer is bele kell érni. Nézzük csak, 999, 1000, már 1000-szer rárúgta öcsi a pajta ajtóra az labdát. Aztán jön az 1001, 1002, 1003. Azt hinnénk, hogy befejezi, de nem. Csak az este, ami megállítja öcsikét, és a vacsorára hívó szó. Öcsike ott van a szeren. És nézzük a következő képet. A kerítésnél áll öcsike. Néz a másik oldalra. Háttal látjuk őt. És így át is nézhetünk a kerítés másik oldalára. Ott egy másik ház van. De a ház ablaka be van törve. Egy bácsi fogja a labdát, a másik kezével pedig kést szúr bele. Öcsike sír. Tudja, hogy hibázott. Tudja, hogy nem kellett volna. Tudja, hogy máshogy kellett volna. Nem szól. Csak folynak a könnyei. Elveszítette a barátját. A legjobb barátját. A legeslegjobb barátját. Megint látok egy képet. Egy nagy, hatalmas kapu előtt áll. Egy kicsi szőke legény. Fölé van írva a kapura, hogy futballklub. A kicsi szőke legény
ott áll hátizsákkal a hátán. Gondolja a szőke kis legény, bemenjek? Ne menjek. Bemenjek? Ne menjek. Látni nagy szép autókat, ahogy gördülnek be a kapun. Csillag az elején, csillag a hátulján. Vagy karikák, elől, hátul. Meg minden másféle jelek is vannak rajta. Hátul ülnek kisgyerekek. Néznek öcsikére. Bejön öcsi? Nem jön be öcsi? Beviszi-e őt apja régi cipője? Nem tudjuk. De talán a másik kép megmutatja. Látjuk a gyerekeket. Sorba, sorba! Öcsike a kis szőke legény a legkisebb. Szépen vasalt pólóban, hófehérben és fekete nadrágban. A többiek is ugyanígy gyönyörűen föl vannak öltözve. Hát talán annyi a különbség, hogy nekik csíkok meg, pipák meg ilyen macskák vannak, meg mit tudom én, mik vannak a felszerelései. Öcsikének az igazi fehér pólók tetszenek fekete nadrággal. Amit anya ad rá, neki azt tetszik. Neki nem kellenek a csíkok. Nem is tudja, mit jelent az. De nézzük csak, ahogy a gyerekek ott vannak, látszanak a cipőik is. Van ott minden. Sárga cipő, kék, piros, de még rózsaszín is. Gyönyörű rózsaszín, de még olyan sárga is, ami a nap csillogását visszaveri. De öcsike fekete-fehér kínai cipője a legérdekesebb. Ilyen senkinek sincs. A többi mind színes, de az övé nem. Az övé nem. Az övé a legérdekesebb. Lehet, hogy a színesek jobbak? De az nem lehet. Az nem lehet jobb. Ez a kis fekete-fehér, ez rúgja a gólt. Minden edzésen, minden meccsen. Mindig ez rúgja a gólt. Ez a kicsi fekete-fehér cipő. A sárgák irigykednek is. Nézik a kis kínait. De az valamit tud. Valamit nagyon tud. Az a fekete-fehér cipő valamit nagyon tud. Itt is a másik kép. A klubot látjuk, a klub udvarát. Nyüzsögnek a gyerekek. Szülők mindenhol. Pakolnak a buszba. Mennek Olaszországba. Edzőtáborba. Mindenki pakol. De táborba egy kicsi szőke gyerek, hóna alatt a labdával, az edzőpályára megy. Miért? 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 Talán ő rossz volt, vagy rosszabb, mint a többi. Neki lehet, hogy jobb itthon, de nem bánja ő, hisz az újabb, legjobb barátja, amit apu adott, ott van vele. Az igazi bőrlabdája, amit apa féltve őrzött a szekrény alján. De most már neki adta, és ez igazi bőr. Öcsi sétál a pálya felé, vidáman unt a gyerekeknek, várja a többieket vissza, mert jó egyedül is az igazi barátjával. De többen jobb játszani. Itt a következő kép. Egy nagyvárost látunk, egy hatalmas nagyvárost, és egy gyönyörű stadion. A legszebbet. A legszebbet. A stadion lámpái világítanak. Meccs van. Ha, meccs van. Hallani a morajló tömeget. De nézzük csak ott a kaput. Ott áll a kapunál egy szőke legényke. Ahogy a szülei fölmentek a mennyországba, ő elkerült a nagyvárosba. Hallgatja, mi lehet oda bent a csodapályán, és a csodafűvén. Most szöglet lehet,
szöglet lehet. És gól, gól, gólt rúgtunk. Nagyon jó, mi rúgtuk. Nekünk kellett rúgni, mert a piros-fehér-zöld zászló kivillan a stadion tetején. A következő kép a leges-legszebb stadionban van. Állnak sorba a játékosok. Szól a himnusz. Mindenki fölállva énekel. A magyar címer fölött mindenkinek ott a keze. Itt-ott kivillan a piros-fehér-zöld szín. Nagyon nagy meccs. Nagyon nagy meccs. Itt dől el minden. Kijutunk a világbajnokságra? Vagy nem? Ezen múlik minden. Mi vagy ők lesznek kinte a VB-n. Keressük Öcsit, de nem látjuk sehol a lelátón. Pedig mindenkit beengedtek ingyen. A 88. percben vagyunk. Egy-egy az eredmény. Ez az ellenfélnek jó. Ők lesznek kinn a VB-n, nem mi. Óriási a feszültség. Hajtja a közönség a csapatot. Jó meccs. Nagyon, nagyon jó meccs. Jobb szélen elfut egy játékos és beadja. Berobban mindenki a kapu elé. De a labda nagyon rosszul pattan. Ekkor önfeláldozóan bevetődik egy játékos. És ollózva a hálóba rúgja a labdát. A fekete-fehér cipőjével. Egy pillanatra síri csend lett. Aztán felmorajlik a tömeg. Aztán felrobban a stadion. Aztán felrobban a város. Felrobban az ország. És felrobban talán az a kicsi ház is. Ölelik a nézők a góllövőt. A legfiatalabb játékosokat. Aki közülük való. Kiszabadul a kis kedvenc az ölelésből. Bemegy a pályára. Már egyedül van a hatalmas tömeg ellenére is. Csak a három lány testvérét látja a lelátó. Majd felnéz az égre. Tudja, hogy ott fönt van, aki segített neki. És van, akik nagyon szurkoltak neki, és mindent megadtak volna, hogy ezt láthassák. De mi tudjuk, hogy látták. A kis szőke legény a fekete-fehér cipőbe csodát tett. A bíró lefújta a meccset. Kijutottunk a világbajnokságra. Tanítsatok. Neveljetek. Motiváljatok. Adjatok hitet. Adjatok reményt. Adjatok jövőképet. És adjatok hozzá labdát.